Végre már látok a kedves Tóth úr. Tóth Lajos! És Mariska, ugye? És ő az Ágika. Milyen szép itt minden. Örkény István Tóthék című tragikomédiája az 1967-es Thália színházbeli bemutató óta a legnépszerűbb magyar drámák egyike. Hatalmas sikerrel játszották szerte a világon Párizstól Washingtonig, Berlintől Moszkván át Japánig, Fábri Zoltán pedig kiváló filmet készített belőle Isten hozta Őrnagy úr címmel. Most a Nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium színjátszóköre a nagymúltra visszatekintő Zigzug pódium vitte színre. A klasszikussá vált történetet az iskola drámapedagógus a Varga Ildikó állított a színpadra. Egy régi évkönyvbe felfedeztem egy fotót erről a régi Zigzug pódiumról, és azt gondoltam, hogy ha létrehozzuk, akkor biztos, hogy ezt a nevet fogom adni, hogy menjen tovább. És akkor ez tulajdonképpen 2010-ben történt, amikor megalakult újra a Zigzug pódium, és azóta töretlenül működünk, illetve hát voltak szünetek, egy kicsi szünet, Covid miatt, de akkor is online térben is dolgoztunk, küzdöttünk az elemekkel, és igyekszem minden évben létrehozni egy záró előadást. És hát ugye a gyerekek cserélődnek, tehát a szépsége és a nehézsége abból fakad, hogy folyamatosan elballagnak, illetve mindig van új tagfelvétel azért, hogy ez tudjon működni, és akkor ez egy nagyon izgalmas együttlétezés, hogy mindig kitalálni azt, hogy az a kis csapat, akikkel éppen dolgozom, velük mit lehetne létrehozni. A Tóthék eredetileg filmforgatókönyvnek készült Pókék, majd Csend legyen címmel. 1967-ben Örkény átdolgozta a kisregény drámává, amelyet aztán nagy sikerrel játszottak a színházak. A műért az író 1969-ben Párizsban elnyerte a Fekete Humor nagydíját. Az előadást most is aktuális és fontos mondani valókat tartalmaz. A Tóthék az egy igazi klasszikus, tehát emiatt is volt nehéz vele dolgozni, hogy új dolgokat is belevigyünk, de nyilvánvalóan a klasszikus vonalat azt megtartjuk. Hogy mit jelent nekem az előadás? Nekem ez az előadás, ez nem ebbe az évbe indult. Több évvel ezelőtt nagymamámmal olvastuk, és a közös kedvencünk volt. A kis megszólalások, a kis jelenlétek. Tehát, hogy meddig lehet húzni a világgal, hogy ugye én ki vagyok, ugye te ki vagy, és hogy mit tehetünk meg egymással. Tehát ezek mindig aktuálisak maradnak. A Tóthék egy nagyon izgalmas dolog, és ezzel dolgozni igazán megtisztelő feladat. Bár az Zigzug pódiumban játszó fiatalok nem drámatagozatos diákok, sőt lehet, hogy nem is a színjátszás irányába terveznek tovább tanulni, volt már olyan tehetség is, aki azóta a Színművészeti Egyetem hallgatója lett. Varga Ildikó elmondta, a darab választásánál ő mindig a gyerekekből indul ki. Amikor engem megkeresett Ildikó néni még szeptemberben, akkor leült velem, és hát egy hosszabb beszélgetés során elmondta, hogy én leszek Mariska, ugye? És igazából ez azért is alakult úgy, mert kiléptek páron ugye a csoportból, mert elballagtak, ezért emberhiányként engem talált úgy megfelelőnek Mariskának. Igazából eredetileg a postás lettem volna, ami szerintem sokkal jobban illik hozzám már a karakteremhez. Viszont így, hogy Mariskát kaptam, egy eléggé nagy feladat volt számomra ez az egész, és úgy hiszem sikerült belőle kihoznom, mármint remélem, hogy kihoztam belőle a legtöbbet. A darab rendezője és egyben a Zigzug pódium vezetője szerint, bár ez nem egy könnyen emészthető előadás, mégis tele van humorral, sőt komoly mondani valója is van, amivel a gyerekek is könnyen tudnak azonosulni.